Bár a bajnokság már korábban befejeződött a férfiaknál a megyei első osztályban, a kosarasok az elmúlt hétvégén búcsúztatták el hivatalosan a szezon. A megye a férfi szakákban NB1 gyárcsoportos és NB1B-s csapattal is büszkélkedhet, az NB2-ben viszont nincs képviselője, így a 8 csapatos megyei első osztály jelenti a harmadik vonalat. Az együttesekben Zömében korábban magasabb szinten is szereplő játékosok kosaraznak. Egy nagyon színvonalas megyei bajnokságot szerveztünk ebben az évben is, mert az elmúlt évben is az volt. Ami pozitívuma, hogy sikerült egy fiatal csapatnak is benevezni, és sőt harmadikuk is lettek a tornán, ami egyébként nagy öröm, mert ez azt mutatja, hogy van olyan utánpótlás, akire lehet számítani. Ha megnézzük a felnőtt csapatainkat, azokban pedig rengeteg volt NB1-es játékos játszik, akik levezetnek, vagy éppen még gondolkodnak valamiben, csak egy-két évet talán pihenni szeretnének. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból szakmailag is nagyon értékes volt ez a bajnokság, másik részről pedig, ha másnak nem, akkor kellemes időtöltésnek is jó volt bizonyos csapatok számára. Én azt gondolom, ugye mi Nagykáló okán, vagy a Nyíregyháza okán is, hogy ez a bajnokság többek között azért arra is jó, hogy egy-két fiatal feltűnjön, vagy megerősödjenek azok a játékosok, akik NB1-ben lehetőséget nem kaptak, mint például Nagykáló is egy ilyen megyei elsőosztályú csapattal indult, ahol NB1B-ben már játszott, játékosok is játszottak, de olyan kevés lehetőséget kaptak, hogy muszáj nekik többet játszani, és ez egy lehetőség volt. A megyei szövetség legfontosabb célja a bázis bővítése. Azt szeretnék elérni, hogy azokon a településeken, ahol adottak a feltételek, minél hamarabb meghonosodjon a sportág. Ha csak az MKOS tevékenységét nézem, hogy szűkíti a kosárlabda bázisát, nem tudom, hogy miért. Mi ennek a bővítésében gondolkodnánk egyébként egészen széles spektrumban, viszont ha azt látjuk, hogy egy Újfehértón, ahol elindult egy megyei első osztályú csapat, nagyon jó csapat, van egy kiváló csarnokuk, ami nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas, gyönyörű, és bezárták, akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy mire is lehet hosszú távon számítani. Azt gondolom, hogy a megyei kosárlabda szövetségnek, az új vezetésének ez lesz egyik feladata, hogy ezeken a településeken, ahol a fizikális feltételek adottak, valamilyen módon elindítsa újra a kosárlabdázást. Ehhez viszont szükség lenne azokra az élcsapatainkra, amelyek példát mutatnak, vagy lehetőségeket biztosítanak arra, hogy ebből az alsóbb osztályokból fel lehessen jönni. A szezonzáró tornát a Nagykáló együttese nyerte a Másnaposok és a Sunshine előtt. Negyedik helyen a Hatházi Farkasok végeztek, ötödik pedig a Nyírsói fiatal csapata lett.